Keszthelyi Zsuzsi vagyok, ilyen Tőzsgyökeres 8. kerületi lány vagyok. Itt születtem, itt nőttem fel, a Pál utcában nőttem fel, és most átköltöztem a Grundra. Régi általános iskolai iskolatársam csinálja ezt a Grund projektet, és akkor meghívott, hogy lakhatnék itt. Aztán láttam fantáziát a helybe, és akkor így elindítottuk a kerti projektünket. Az az elképzelés, hogy itt van két műemlék jellegű épület, és hogy azokat megőrizni, és kihasználni, és minél több embernek megmutatni a kerületnek ezt a régi arculatát. Van egy 1840-ben épült ház például, és a legfiatalabb az 1904-ben épült. És van itt egy ilyen oktatóprojekt is, a Pál utcai fiúk kapcsán általános iskolásoknak ilyen drámapedagógiai módszerekkel mutatják be a regény meg a kerületet, illetve mindenféle egyéb ilyen drámapedagógiás oktatások vannak, és van egy hostel is, tehát hogy a külföldieknek is szeretnék ezt a kerületi különleges arculatot bemutatni, és hát ugye látjuk, hogy hogy fejlődik a körülöttünk ez a modern rész, és teljesen megváltozik az arculat, és ez kifejezett célja a Grundnak, hogy itt megőrizze ezt a régi 8. kerületi arculatot. Két ilyen zöldesítési projekt kezdődött, az egyik a közösségi kert kívül, amiről majd beszélünk, amire kérdeztél, az pedig a helyi növények kertje, és itt az volt a cél, hogy a 8. kerületben őshonos növényeket bemutatni az érdeklődőknek és a Grund látogatóinak. Ilyen teljesen közönséges növényekről van szó, mint az ecetfa, az eperfa, juhar, tölgy, kocsányos tölgy, és akkor ezeket így megmutatni ilyen kis táblával, latin névvel, hogy mi is ez, és hogy mi vesz minket körül, és hogy minden zöld az érték tulajdonképpen. Úgyhogy ott lesz egy ilyen kiülős kis terasz, és ott körbe lehet, egy ilyen kis botanikus kert jellegű dolog, és körbe lehet járni ezeket a régi őshonos kerületi növényeket. Mi az a másik zöld projekt itt, aminek végül is te vagy a projektgazdája? Az pedig egy közösségi kert, egy zöldségkertről van szó. Mostanában ez nagyon divatos Nyugat-Európában, láttam Berlinben, meg New Yorkban vannak ilyen nagyon jó kis zöldségkertek, mert ugye hát így az élelmiszerárak emelkednek, meg a zöldségnövényeknek a minősége az ugye eléggé kívánivalót hagy maga után, a multinál mosolyognak a piros óriás almák, stb. És nagyon sokan úgy gondolkodnak már a városban is, ilyen tudatos fogyasztóként, hogy milyen jó lenne, hogyha megtermelnénk magunknak a zöldségeket, és legyen egy kis közünk ahhoz, hogy nem műanyagdobozban készül a répa, hanem itt tanuljuk és tanítsuk és adjuk tovább, úgyhogy ez volt az ötlet. Meg hát az is, hogy ez egy ilyen közösségi esemény, és így lehet lazulni, kikapcsolódni, és egy teljesen alternatív városi ilyen relaxációs programnak is minősül. És akkor itt van kint egy zöld rész, ami jelenleg kutyafuttató, és a grundosokkal megbeszéltük a grundosokkal, hogy itt gazdálkodhatunk egy páran. És akkor elkezdtem szervezni először ilyen barátokból, de az mindenképpen cél volt, hogy kerületi emberek legyenek, vagy pedig itt dolgozzanak, tehát hogy gyakran átjöjjenek ezen a sávon, és ez a garancia arra, hogy biztos tudják gondozni a kertjüket. Aztán az is egy cél, hogy mivel itt lakunk a régi és az újnak a határán, hogy bevonjunk ilyen újházbeli lakókat is, meg a régi utcákból is hívjunk embereket, és ezzel a kert egy ilyen olvasztó tége, egy találkozási pont is lehet. Ja, és nem elhanyagolható szempont, hogy komposztálni fogunk városban, és az pedig mindenkinek nagyon jó, minden lakónak. És az egész egy ilyen közösségi tervezési folyamatban alakult, tehát gyűléseink vannak, akkor ott egymást tanítjuk. Mindenki ilyen laikus kertész, egy-két szakember találtunk, és akkor így megkértük őket, hogy akkor mondják el, hogy kell palántázni, meg az interneten kibányáztuk, hogy mit hogy kell csinálni, honnan kell földet hozni, stb. És az egésznek a keretet ad egy ilyen fővárosi pályázat, amit szintén bányáztunk még ősszel, és sikeresen megnyertünk, hogy itt csinálhatjuk ezt a zöldesítést. Ők adják a kezdő lökést, és akkor most vasárnap lesz az első ilyen földmunka, felássuk ezt a kertet, ez lesz az első munka.
Egyáltalán hogy lehet elképzelni azt, hogy egy olyan mennyiségű jó termőföldet tudtok ráhordani, ami itt a városban meg tudja termelni majd a növényeket? Hát azt kell tudni, hogy itt ugye ez egy bontási terület, tehát ahol mi most kertészkedni fogunk, ott korábban egy ház állt, amit szépen bebontottak a pincébe, úgyhogy jó adag sít van rajta. Viszont a grundosok már zöldesítettek, és hozattak rá termőföldet, meg néhány cserje is el van ott ültetve, és hát kell ráhoznunk egy ilyen 40 köbméter termőföldet, úgy számoltuk az első sávra, és akkor abban már lehet úgy biztonsággal elindulni, és növényeket ültetni. Úgyhogy igen, tehát itt teljesen más volt, és teljesen más lesz. De általában ezek a közösségi kertek, tehát mobilan kell elképzelni. Én nekem az a célom, hogy kialakuljon egy olyan közösség, aki ezt nagyon megszereti, és akarja csinálni. És előreláthatólag csak egy pár évig tudunk itt maradni, mert hogy folyamatosan fejlesztik a területet. De hogy akkor, ha megvan ez a stabil közösség, meg akarat, akkor egyszerűen átmegyünk egy másik foghíjas telkre, és lehet csinálni, hogy ez ennek a városi kert mozgalomnak a célja, hogy így bárhol tudod csinálni. Még olyan sok paradicsomos foghíjat nem láttam a városban, a belvárosban legalábbis, hogy milyennek a gyakorlata, ami még érdekesebből köznapi embernek? Hát én mindenképp meg kell említenem a kéket, ez a kortárs építészeti központ. Kék, igen, mert ők elhatározták, hogy ennek a mozgalomnak a ilyen ernyő szervezete lesznek, és van egy ilyen honlapjuk, hogy közösségikertek.hu, oda mi is a Grundkert is fel fogja tölteni magát, hogy létezünk, és akkor ők már hoznak létre mintakerteket, és ők tippel tárgyalnak mindenféle szereplőkkel, az önkormányzatokkal, meg cégekkel és szponzorokkal. Az előbb említetted, hogy számítotok a környező lakók részvételére, és főleg arra azt is megcéloztátok, hogy a régi őslakosság, a 8. kerületi őslakosság és ezekben a hát nagyon modern, mondhatni lakóparkszerű építményekben élő, úgy tűnik jobb módú embereknek a találkozására ad ez majd lehetőséget, hogy amikor a komposztásról beszéltél, akkor azt vajon úgy gondoltátok-e, hogy a lakóközösséggel ezt gyakorlatilag megvalósítjátok, hogy az ő háztartási hulladékukból kerüljön elő ez, vagy milyen terveitek vannak erre? Még több elképzelés van. Van egy olyan terv, hogy mindenképp lesz több komposztáló benne a kertnek a területén. Például lesz egy ilyen nagyon érdekes komposztáló kas, ami önmaga is egy veteményes, ez egy ilyen kör alakú dolog, ilyen nádvesz fonat van a közepén, oda dobáljuk be a komposztot, körülötte pedig van egy kis veteményes, és akkor oda szivárog át, és táplálja rögtön, meg jól is néz ki. De ezen kívül lesznek ilyen komposztáló ládák is kihelyezve, és az a terv, hogy legyen a kert kapunk kívül is egy láda, ilyen tájékoztató táblával, hogy mit és hogyan kell komposztálni. Meg hát ennek az egész projektnek van egy ilyen szemléletformáló oktatási célja, úgyhogy már most is szervezünk workshopokat, egyelőre még így a kerti tagoknak, de szeretnénk majd nyitni, és például permakultúráról, meg mindenféle ilyen témákról tartunk workshopokat, lesz komposztálás is, és akkor oda meghívjuk a kerületi lakosokat is, és akkor megtanítjuk őket, hogy kell, mert azért az nagyon fontos, hogy megtanítsuk, hogy az egy jó minőségű komposzt, hogy mert egy valamit beledob, ami nem odavaló, akkor megy az egész a levesbe. Ez a terület, amit itt látunk, ugye? Egészen ott az a sárga építkezési panel határolja? Ezen a sávon fogunk elindulni. Erre van egy ilyen nagyon szép rajzunk, ez fenn van a blogunkon. És 19 parcella van most itt kiosztva, és aztán pedig errefele lehet bővülni és bevonni újabb és újabb embereket ez a terület. Lesz-e olyan workshop, amelyik kapálni és ásni megtanítja az embereket? Mert én ugye gyerekkoromban az családom parasztágánál ezt így láttam folyamatosan, még azt kezembe is nyomták az ásót, hogy a többi paraszt gyerekkel, akik ott éltek, én is végezzem azt a munkát, hogy a krumplit megásózni. Tehát, hogy erre fölkészültetek, hogy városi ember nem biztos, hogy tud kapálni, ásni? Hát abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy van legalább 2 kerti tagunk már most, akik
Egyikük az kertészmérnök, és művelt saját kertet, városból kiköltözve egy pár évig, aztán visszajött, de most ezt a tudást átadja nekünk. A másik kertétagunk meg paraszt gyereknek mondja magát, vidéken nőtt fel, úgyhogy ő is tud segíteni, és gyűjtjük folyamatosan az igényeket a tagoktól, hogy mit szeretnének, mi az, amihez nem értenek, és miről szeretnének tanulni. Például múlt hétvégén egy palántázó workshopunk volt, és akkor megtanultunk paradicsomot, paprikát palántázni tojástartóban, és most nevelgetjük, és osztjuk meg a tapasztalatokat, hogy kell majd tűzdelni, tehát, hogy így egymástól tanulunk, és amire igény van, a fele megyünk. És hány tagotok van, mert ezek szerint itt nem egyszerűen parcella tulajdonosokról van szó, vagy bérlőkről, hanem tagokról, vagy egyáltalán hogy jut valaki egy parcellához, vagy az egész egy nagy közös? Ilyen külön parcellákat művelünk. Először ilyen ismeretségi baráti körből, de mindenképp kerületben vagy itt lakó, vagy itt dolgozó emberekből hoztuk össze az alapközösséget, mondhatom így, és akkor a bővülésnél terv az, hogy célzottan megszólítsunk újházbeli lakókat, meg utcában vagy régi lakosokat. Így alakul a közösség. De hogyha azt mondod, hogy valakinek itt már van egy parcellája, az egy tulajdonviszonyt jelöl, vagy az, hogy ő biztos foglalkozni fog a gondozással, de más is gondozhatja, erre jár, és látja, hogy kis paradicsom hajlik a valakinek a parcelláján. Az elképzelés, hogy mindenki felelős a saját parcellájáért, és lesz egy ilyen kis szerződésünk is egymással, tehát a tagok azok felelősek, hogy ez fennmaradjon, és lesznek közös feladatok is, mint a sövénynek a fenntartása körben, meg a közös komposztálóknak a rendben tartása, és akkor ezeket is megbeszéljük és szabályozzuk egymás között, hogy ez hogyan valósuljon meg, mert felmerült az először, hogy egy nagy közös föld, és akkor mindenki közösen. Közös lónak. Így van, úgyhogy afelé hajlott a konszenzus, hogy akkor az legyen, hogy külön legyenek felelősek. Van-e még felvevő készsége a helynek az újabb parcella tulajdonosokra? Egyelőre abszolút van, mert hogy így az egyik sávon indulunk csak, és például amin most állunk, az még teljesen üres. Itt körülbelül olyan 16-7 parcellát lehet elképzelni. Ilyen 9-11 négyzetméteresek, de például, hogyha nagyon sokan fognak érdeklődni, akkor lehet, hogy azokat kisebbre lehet venni, tehát hogy ez ilyen teljesen nyitott, meg egy ilyen organikusan fejlődő folyamat, és hogy még nekünk is így meg kell beszélni, hogy hogyan lesz majd, hogy hogyan fogunk új embereket bevonni és fogadni, és hogyha meg annál nagyon-nagyon sokan lesznek, akkor pedig igenis így azt támogatom, hogy elmondjuk ezt az utat, hogy kell kijárni, és akkor meg kell keresni az önkormányzatot, meg a befektetőt, és rengeteg foghíjas terület van, úgyhogy lehet abszolút így indulni és nyomulni. Abban a pillanatban, hogy a kerület előáll azzal, hogy na, akkor készen állnak az építkezésre, akkor ti nektek menni kell, de vannak más helyek, ahova mentek. Igen, így van. Például az egy módszer arra, hogyha túljelentkezés van a parcellákra, hogy egyszerűen sorsolunk. Igen, ezt csinálták a kékesek is a Lecsóskertben, ott valami 300-an jelentkeztek 90 parcellára a millenárison, tehát ilyen érdeklődés van a kertészkedés iránt, és akkor kisorsolták egyszerűen. Hát ez ugyanolyan, mint a lottozna az ember, csak amit nyer, az 3 év múlva le kell adni az egész kerület nagy közösébe, és eltűnnek majd a szép kis parad. Nem fog fá... Mi van, nem szakad majd meg az emberek szíve? Mit gondolsz, egy rövid válasz? Azt gondolom, hogy ha van akarat, meg megszeretjük ezt, akkor arrébb tudunk költözni. Tehát foghitelek mindig lesz, és igazából ezt már az elején kommunikáljuk az embereknek, hogy itt csak 1-2 évig lehetünk, ez egy ilyen mobil dolog, és Nyugat-Európában is ez a divat, hogy egyszerűen arrébb lehet menni a kerttel. Most ez a helyszín, ahova átjöttünk, ez pedig annak a bizonyos kis arborétumnak, vagy botanikus kertnek a helyszíne. Mennyi idő alatt készül el egy ilyen? 2 hét körülbelül. Kiástuk ezt a földdarabot, és ide hozzatunk termőföldet, és ilyen őshonos 8. kerületi növényeknek lesz egy ilyen bemutató kertje. Olyanokat képzeljetek el, mint az ecetfa, a juhar. Van is mögöttünk egy. Igen, ez egy nagyon régi ecetfa, én se hittem volna, úgyhogy ilyen szépen meg tud nőni. És mellette ez a kis az, mind a kettő, az száraz még. Az pedig egy eperfa, és ez itt teli van kis fekete gyümölcsel. Úgyhogy igen, lesz ilyen juhart, kocsányos tölgy, ecet, eper,
ezeket, és akkor kis névtábla, latinul is, és lehet jönni nézni, hogy amit ilyen gyomnak, meg ilyen kórónak gondol az ember a kerületben, az tulajdonképpen ugyanolyan zöld, meg értékes, meg egy, igen, egy izgalmas növény. Élettársunk a városban, élettársaink, és ez most itt, amit látunk, ez itt még más is lesz a botanikus kerten kívül, le lehet majd ülni, vagy mi? Igen, igen, így az a terv, hogy a grundot folytatni és kijebb hozni, és ezt a szabadtéri részt azt itt folytatni, és egy ilyen kis teraszos, ücsörgős hely lesz nyáron. Ennek a helynek a környékén itt folyamatosan majd bontanak picike házakat, azt elmondtad, hogy erre hogy készültök föl, a kertjeiteket hogy véditek? Hát körbe fogjuk keríteni, és sövénnyel körbevesszük. Az az ötlet, hogy ilyen indián vetést csináljunk, ami azt jelenti, hogy kukorica, bab és tök, ez a három növény, és ezek egymást nagyon jól táplálják, a bab felfut a kukoricára, a kukoricának a levelével jól lehet takarni a földet, ezzel a gyomosodást lehet például megakadályozni, és napraforgókat is szeretnénk, így dísznek körbe, tehát hogy jól is néz ki, meg így hasznosak egymásra ezek a növények. Ez a terv, úgyhogy ez a port is egy picit fel fogja fogni, és hát nem olyan nagy az átmenő forgalom ott, úgyhogy úgy választottuk ki a területet. A szállópor az valószínűleg nagy lesz, de sokat kell majd így locsolni, meg mosni, és ha jól megmossuk a termést, akkor nem lesz ebből gond, ezt hallottuk a kertészmérnököktől. Mindenkinek megüti a fülét, nekem biztos, hogy dél-amerikai kultúrához nyúltatok, mezőgazdasági kultúrához, hogy ez azért van, mert majd sorba talán mindent így végignéztek, hogy csinálták a világban az ősi kultúrák, a földműveléssel foglalkozó élő kultúrák, vagy valami különös vonzalom van a dél-amerikai iránt, és hogy Magyarországon találunk-e majd olyan kultúrákat, amiket tudunk használni ezeken a területeken. Nem voltunk ilyen nagyon szigorúak, hogy minden csak ilyen magyar legyen, mert ugye paradicsomot is fogunk sokat termeszteni, és viszont, amit megkeremtelem, hogy a tápiószelei ilyen génbankkal fogunk együttműködni, és tőlük is fogunk kapni vetőmagokat, és lesznek őshonos fajta, meg nagyon sokféle vetőmaggal fogunk dolgozni, mert így fontos nekünk a biodiverzitás is, és majd erről is lesz egy workshop. És, de ugye... Bocs, a biodiverzitás csak egy picit mond el, vagy egyszerűbb szóval, tehát... Biológiai sokféleséget jelent, és azt jelenti, hogy nagyon fontos, hogy megőrizzünk és fogyasszunk olyan növényfajtákat, amik nagyon sokfélék, és nem ilyen monokultúrás, meg nem csak hibrid növényekkel foglalkozzunk. Arra is figyelünk, hogy olyan vetőmagokat is használjunk, nem csak kizárólag, de olyat is, ami nem hibrid, és tudunk róla magot fogni a következő évre, tehát hogy ezt az ilyen régi féle gazdálkodást próbáljuk meg csinálni. Illetve úgy általánosságban az is, hogy egy városi ember, meg egy városi gyerek mondjuk, lássa, hogy lehet ültetni, és ismerik a kukoricát, meg az ilyen dél-amerikai növényeket. Hát egyrészt, hogyha a városi gyerek a kukoricára néz, akkor nem biztos, hogy rögtön az jut eszébe, hogy dél-amerikai növény, hanem azt mondja, hogy ez a kukorica. A kukorica, amit ugye lát a nagymamájánál is, ha lát. Az, hogy megfogni a magot, ez ilyen érdekes, arhaikus megfogalmazás, tehát mint hogyha ezt még falun is hallottam volna, hogy te ezt így könyvből tanultad, vagy vannak vidéken rokonaid, akik megfogják a magot még ma is? Nincsenek rokonaim egyébként, én nagyon városi vagyok, de hogy így a kerti tagoktól tanultam, már nagyon-nagyon sok mindent tanultam ez alatt a pár hónap alatt, ugye elkezdtük ezt a projektet, és igen, az egyik kerti tagunktól ő mondta, hogy magot kell fogni, és akkor én is rákérdeztem, hogy az mit jelent, és akkor mondta, hogy hát elrakjuk jövőre, és akkor majd abba fogunk ültetni, és hogy fontos, hogy ne a hibrid fajtákat ültessük, mert azokat direkt úgy tenyésztik ki, hogy az csak egy évre legyen jó, és aztán dobjuk el, és ezzel a nagy vetőmag célket támogatjuk, hogyha azt vesszük meg.
És ilyen például magbőrzét is fogunk szervezni, meg mások is szerveznek itt a városban, és akkor így el lehet menni. Van, aki így otthonról hozza vidékről a magot, valaki már így a kis balkonládájából fogott magot, és azt cserélgetjük. Nekem is ilyen magbőrzés magjaim vannak. Ugye el is büszkélkedem, hogy 6 féle paradicsomot palántáztam múlt héten, és van közöttük ilyen szívalakú, narancssárga, meg zöldsárga csíkos paradicsom, tehát ilyen különleges fajtákat kísérletezek most én is ki. Hogy kezdődött el nálad Tőzsgyökeres 8. kerületi városi lánynál ez a folyamat, hogy a földdel is akarsz foglalkozni? Több szálon indult a dolog. Egyrészt igen, a szüleim révén nagyon sokat jártunk kirándulni már, és ők ilyen táncházasok voltak, táncház mozgalmárok a 70-es években, és sokat jártunk táborokba, ott találkoztam népi hagyományokkal, ez az egyik irány. Akkor a másik, hogy én zöld környezetvédő lettem, és a Védegyletnél dolgozom, már 8. éve, és ott nagyon sokat felszedtem az ilyen fenntartható mezőgazdálkodási tudásról. És akkor a harmadik irány, hogy agráregyetemet végeztem, bár nem ezt a szigorúan földdel vett agrárgazdálkodás, hanem ilyen közgazdaság irányban, és sose volt gyakorlati tapasztalatom, de mindig vágytam rá, tehát már volt egy ilyen vágyódás, úgyhogy most így tudom ezt egy kicsit így kamatoztatni, amit ott tanultam meg kipróbálni a gyakorlatban. A tagjaink között vannak művészek is, van egy elmeztervező lány, meg van egy ilyen közösség, vagy public artos lány is, ő Németországból jött, és nekik abszolút terv, hogy a kertnek legyen egy ilyen művészeti arculat iránya is, meg úgy azt is tudni kell a közösségi kertekről, hogy bár nagyon sokféle lehet, és külföldön én láttam olyat, hogy irodalmi kert, tehát hogy a kert a lényeg, hogy zöldben vagyunk, de hogy ott mit csinálunk, hogy telik el tartalmasan az idő, az nagyon sokféle lehet. Mi most a zöldségnövényápolással kezdünk, de hogy bármilyen irányba el lehet menni a jövőben. A kert szervezésében a társam a Berez Zsuzsa, és ő az ilyen művészeti iránynak is az egyik szervezője, és őt a Tünet Együttesben ismertem meg, együtt dolgoztunk ott, a Zsuzsa volt a Tünet Együttesnek a menedzsere, úgyhogy innen jön az a művészeti irányzat. A Tünet Együttes pedig egy kortárs tánc színházi társulat. Itt élsz ebben a házban, és itt van egy kis közösségi tér az egyik lakásban szintén. Ezek a táblák pedig micsodák? Ezek a kertnek az első műalkotásai, az első táblái. Ezt az egyik workshop a palántázás során vagy mellett festegettük meg. Igen, itt mutatja, hogy ilyen zöldségeket fogunk csinálni. Grund közösségi kert a nevünk, és érdekes ez a tábla, ha megfordítod. Igen, megfordítom. Ez a Fillagórának volt a tábla, és most volt lontranítása a 8 kertbe, úgyhogy ezt onnan guberáltam. És az, hogy néz körül nálunk, ami rá van írva, igazából ez eredetileg is rajta volt. Igen, és akkor mondtuk, hogy hát abszolút ezt használjuk, csak fessük át, és akkor így fog. Wow, wow.